Sziasztok, szia! Mi ez a kísérlet? Hát igazából minden kísérlet videóm nem igazi komoly nagy kísérlet, hanem inkább egy játék. Akik nézik a videóimat, ja, csak az nézze videómat, aki számára hasznos, vagy szereti nézni. Tehát a visszajelzésekből úgy vettem észre, hogy vannak, akik túl komolyan veszik, tehát, hogy így negatív értelemben, amilyen véleményeket írtak. Aki pozitív véleménnyel van bármelyik videómról, az számomra nagyon megtisztelő. Aki pedig negatív véleménnyel van, annak egyrészt ezt tudom mondani, hogy túl komolyan veszi. Tehát egyszerűen úgy beszélek, mint ahogy te is beszélsz a barátaiddal, ismerőseiddel, csak én ezt a kamerának teszem meg, ennyi. Vagy pontosabban van, amikor a kamerának teszem meg, mert személyesen kevés, nagyon kevés az a ember, embert játszó fény, akivel jól el tudok beszélgetni. Akivel nagyon jól el tudok beszélgetni, ő sajnos az ország túlsó végében lakik, szóval ritkán találkozunk. Ezúttal is üdvözlöm. Szóval, na, tehát ez az egyik, hogy túl komolyan veszik egyesek, hogy én itt valamit itt hirdetek, meg itt izét térítek, nem tudom mi. A másik meg azt tudom mondani, hogy aki negatív véleménnyel van, ő készítsen egy szintén egy videót, vagy többet, az még jobb, küldje el nekem, és akkor én is véleményezem. Tehát ez így korrekt, mert és így igazságos, és így intelligens dolog. Mert az, hogy ő még soha nem készített videót, viszont mindenkinek kritizálja a videóit, az azzal igazából saját magáról alkot egy negatív véleményt, hiszen olyan dolgot kritizál, amit saját maga, amire saját maga nem is képes. Tehát ezek szerint. Na, szóval tényleg nyugodtan küldjétek el azokat a videókat, amiket ti készítettek, és akkor, ha szeretnétek, akkor én is elmondom róla a véleményemet. Csinálni mindent sokkal nehezebb, mint kritizálni, vagy mint ahogy ez kívülről látszik, vagy kívülről gondoljuk, amikor még bele se kóstoltunk, ki se próbáltuk, hogy milyen az. Tehát ez mondjuk olyan, mint hogyha én kritizálnék valakit, hogy milyen rosszul vezet autót, holott én nem tudok autót vezetni meg, tehát nem vezetek autót. Na, szóval olyan ez, mint amikor valaki kritizálja másnak a videóját, amikor ő még soha nem beszélt nyilvánosság előtt, soha nem beszélt kamera előtt, nem is tudja, hogy teljesen más, mint amikor valakivel úgy beszélgetünk, barátunkkal. Na, zárójel bezárva. Tehát ebben a videóban nem csak arról lesz szó, hogy megpróbálom minél több ideig nem etetni ezt a testemet, ami hát várhatóan olyan 36 óra lesz csak, mivel olyan 5, kb. 5 évvel ezelőtt ennyi sikerült, tehát akkor próbáltam ezt. Nem csak akkor próbáltam, de ez volt a legtöbb idő, 36 óra, ami elég kevés ebben a dologban. Tehát van olyan ismerősöm, aki fogyókúra gyanánt szokott 4 napig nem enni semmit. És hát vannak olyanok is, akik akár több évtizede nem etetnek semmit a jelenleg használt testükkel.
de kezdetnek jó ez az egy nap, illetve 36 óra. És egy orvos, azt hiszem belgyógyász, még azt is mondta, hogy ez egészséges. Tehát annak ellenére, hogy ő nyugati orvos, nyugati orvoslás orvosa, azt mondta, hogy hetente egy napot kihagyni az evésben az egészséges, illetve havonta 3 napot folyamatosan kihagyni, az is egészséges. Na. Ja, egyébként a szakállam azért hosszabb, meg még lesz is hosszabb, mert most, hát egyrészt van egy olyan elvem, hogy mindent ki kell próbálni, legalább egyszer, ami nem veszélyes vagy káros, mert hát így ismerjük meg a dolgokat, hogy kipróbáljuk, tehát ennyi. És ezért ezt, tehát néhány éve, pár éve ezt magamnak hoztam ezt az elvet, és így próbálok élni, hogy mindent kipróbálni, illetve még a másik, amit szintén tudok ajánlani mindenkinek, hogy amitől félünk, azt csináljuk meg minél előbb, tehát azonnal. Persze akkor, hogyha nem veszélyes vagy káros. A másik dolog, amiért most megneveztem ezt a szakát, mert hogy tél van itt most Kárpát-medencében, és hőszigeteli az arcot. Ennyi. Ebben most megint könnyebb dolguk van a férfiaknak, mint a nőknek, kivéve, hogyha indián az illető, mert nekik nem nő szakálluk. Na, hát ennyit erről. Kicsit megizzadt a testem a kutyasétáltatásban, amiből most tértem haza. Szóval, mert hát ugye az otthonunk az a végtelen fény. Szóval nem az a lakás, amiben lakik a jelenleg használt testünk. Most nézem az időt. 22 óra 35 perc. Szombat. 2015. december 19. És hát úgy körülbelül 7 órakor etettem meg utoljára ezt a testet. Tehát az mennyi? Várj, most van 10:30, akkor az 3,5 óra. 3,5 órával ezelőtt. Jó. Ezt csak így a kísérlet miatt mondom. Ilyen mobilon van egyébként. Ezt azért mutatom meg, mert ez már egy ilyen ritka dolognak számít. Már távolabb teszem a mobilt. Szóval amikor a harmadik kutyusomat elhoztam a menhelyről, akkor, vagy inkább úgy mondom, hogy a harmadik kutyust, mert hát nem az enyém, semmi sem a miénk. Más nézőpontból nézve pedig minden a miénk. Ezt valaki vagy érti, vagy nem. Most erre nem, ebben nem folynék bele, mert akkor már tényleg azt a mindenről fogok beszélni, a tisztasági betéttől kezdve a galaxis sokig. Szóval, amikor el akartam hozni a harmadik kutyusomat, akkor ugye volt egy ilyen kis fogatózás az ottaniak részéről. Persze, jó, most ezt szeretettel mondom, meg ők is biztos szeretettel tették, hogy így kérdezgettek, hogy most akkor például mutassak képeket a két kutyusról, akit már elvittem a menhelyről, tudod, hogy nem, mit tudom én, nem ettem meg őket, meg nem szöktek el, meg mit tudom én. Tehát, hogy egy felelős kutyatartó vagyok magyarul, ugye, akinek most készülnek átadni a harmadik kutyát. És
mondtam, hogy küldtem nektek videót róluk, stb. És az egyiküknek kicsit gyanús volt. Az mondta is, hogy kicsit gyanús vagy nekünk. És később értettem meg ezt, hogy mi van, mert hogy ő arra gondolt, hogy a telefonomon vannak képek. Mert hát ez sokak számára tök természetes, hogy érintőképernyős telefonjuk van, és mindenféle lefényképeznek, és van mindenről van képük a telefonjukon. Most ezzel a telefonnal, ha készítenék képet a kutyáimról, hát jó esetben azt lehetne felismerni, hogy az egy kutya, nem pedig egy ember. Tehát azt hiszem, ilyen 2 megapixeles, vagy nem tudom, nem értek ezekhez, hogy mennyi. Meg hát nincs is rajta annyi hely, hogy tehát egy képet tudnék vele készíteni, aztán kész, akkor már betelne a memóriakártyája. Körülbelül 1-2 képtől, meg arról a sok hangfelvételről, ami rajta van. Mert 4000 forintos mobil, de ezzel is lehet csomó mindent csinálni, tehát hangfelvételt készíteni, meg itt tudom én csomó mindent. Tehát igazából nem sok ötletem van, hogy mit lehet csinálni mondjuk egy 150.000 forintos mobillal, de biztos annak is megvan az előnye, vagy oka, hogy valakinek miért van olyan. Nem baj, semmi se baj, szerintem semmi se baj, minden egy döntés kérdése. Mindent ki lehet próbálni, és akkor lesz róla tapasztalatunk, és akkor tudjuk eldönteni, hogy szeretnénk-e tovább csinálni ezt a dolgot. Na, hát akkor legközelebb majd akkor jelentkezek, amikor már több idő eltelt, és már baromi éhes ez a test. Szóval, de hát ugye ez igazából egy Matrix, egy játék, egy színház, egy részenergiák világa, álom, ki hogy nevezi, amiben nézed most ezt a videót, meg aminek a része ez a test, meg az a test, amivel nézed ezt a videót. Úgyhogy igazából csak a tudatunktól függ az, hogy mire képes ez a test. Tehát ezt rengeteg bizonyíték van rá, meg rengetegen ezt bebizonyították, hogy így van. Tehát nincsenek határok, nincs lehetetlen, minden lehetséges. És az evéssel is ez a helyzet. Tehát csak a tudattól függ egyrészt, nem csak a tudattól függ, mert hát hogyha már több évtizede, ugye ahhoz szoktattuk ezt a testünket, ahhoz szoktattuk az éppen használt testünket, hogy etetjük nap, mint nap, akkor ehhez hozzászokott természetesen, és erről átállítani nem egy ilyen egynapos dolog, tehát hónapokba telik, hogyha egészségesen akarjuk, hogy maradjon, és mégis átálljon arra, hogy nem kap soha fizikai táplálékot. Más táplálékot kap, tehát hogy fénymeditációval, vagy mit tudom én milyen technikákkal hozzá lehet juttatni ahhoz, hogy ugye az energia áramlás azért megmaradjon, és ne egy ilyen tetszhalott állapotban legyen az a test, hanem ugyanúgy lehessen vele dolgozni, stb. Rengeteg emberről ezzel dokumentálva van, hogy rendesen dolgozott, fizikailag is, meg szellemileg is épp volt, meg stb., és nem evett semmit. Na, nézzél utána ennek. És hát egyetlen olyan esetről tudok, amikor úgy született már egy emberi test, illetve magzati korban is az anyja nem vett magához táplálékot, fizikai táplálékot, és úgy nőtt fel, tehát úgy fejlődött a terhesség alatt magzat, a
a méhében, és így is szülte meg, és így is szoptatta, stb. És már pár éves lehetett az a gyermek, amikor én erről tudomást szereztem. Tehát ő neki nem, mivel nem volt ráállítva a teste arra, hogy fizikai táplálékkal táplálják, ezért majd nem kell róla lesz szoktatnia, de nekünk le kell szoktatni, ugye, mert több évtizede rászoktattuk, hogy mindig tömjük bele a kaját, pedig nem kéne. Na, hát, de ennek is nézzél utána, ne higgyed el. Hogyha esetleg te is ilyen kis játékot, próbát, tisztítókúrát, kísérletet csinálsz, hogy nem eteted a testedet mondjuk egy napig, két napig, három napig, akkor mire érdemes figyelni? Nagyon sok vizet vigyél be a testbe. Hát egyrészt azért, hogy ez a tisztulás minél könnyebben jöjjön létre, másrészt azért, mert elnyomja, tehát nem elnyomja az éhségérzetet, hát így szoktak fogalmazni, de ez nem jó megfogalmazás, hanem azt csinálja, hogy kitölti a gyomrot, a sok víz, és hát igazából a gyomor üressége az, ami egyrészt az éhségérzetet szokta kiváltani, másrészt a vércukorszint leesése, de az kevésbé. Tehát általában a gyomor üressége. Én így tudom legalábbis, ez nem biztos, hogy így van, így olvastam. De ne higgyünk el semmit, amit olvasunk. Na jó, van, akkor majd jelentkezem. Legyetek jók, ha tudtok. Addig is. Még annyi, ha már a víznél tartunk, hogy csapvizet szoktam inni, itatni ezzel a testtel. A Kárpát-medencében iható a csapvíz, tökéletes. Bár egyesek azt mondják, hogy mivel ugye klórozva van, ezért nem egészséges. Hát jó, de az a víz sem egészséges, az a szénsav, amit palackban, műanyag palackban veszel meg. Szóval, mert oldódik ki a műanyag valamennyire. A szénsav oldja egy picit, és állítólag. És hát, hogyha ezt ugye évtizedekig csinálod, hát az sem egészséges. Már eleve az kérdés számomra, hogy a szénsav az egészséges-e. A következő pont pedig az, hogy tényleg az van-e abban az ásványvízben, amit ráírnak, vagy ahogy árulják. Mert állítólag több ilyen ásványvíz néven eladott dolog az igazából csapvíz, csak hozzátesznek széndioxidot, ugye lesz belőle szénsav, meg esetleg vasat belekevernek valahogy. És akkor ugye eladják százszoros áron a csapvizet, szóval. Meg számomra furcsa ez, hogy palackozott vizet inni, lehet, hogy nincs igazam. Ez most a zsemle volt, a zsemlekutyus, amelyik itt hangot adott ki. Úgyhogy be is fejezem. Igazad van, zsemle, ne szövegeljek sokat. Szóval, nem tudom, én így idegenkedek a palackozott víztől, hogy jó, ez is flakonban van, de ez, tehát ez nem ebben veszem, hanem ez csapvíz. Rá van írva, hogy fény vagyok, vagy bármi pozitív dolgot ráírhatsz. Meg hát az, hogy így árulják, hogy 3000 méter mélyről feltörő ásványvíz. De hogy ez miért jó? Hogy 3000 méterről. Tehát, hogy így, az soha nincs benne a reklámban, hogy ez miért jó.
csak ez egy ilyen nagy szó, hogy 3000. És akkor, jó, lehet, hogy jó, nem tudom, csak sok millió ember azért veszi meg, mert hogy 3000 méter mélyről. De senki sem teszi fel a kérdést, hogy ez miért jó, vagy jó-e egyáltalán. Lehet, hogy pont, hogy nem előnyös. Na mindegy. Géczi Gábor fizikus szerint nem előnyös, mert nem természetes dolog, hogy ilyen... Na mindegy, nem értek hozzá. De tehát, hogyha úgy természetben élnénk, akkor nem ilyen vizeket innánk, hanem esővizet, folyóvizet, gondolom én. Tehát úgy, hogyha járnánk, kelnénk a Föld bolygón, és természetben élnénk, mint mondjuk Ádám és Éva, vagy az ősember, vagy... Szóval érted? Tehát nem ilyen beton dzsungelben élnénk, akkor nem forrásvizet innánk, csak nagyon-nagyon ritkán jutnánk forrásvízhez. És hát azért úgy látjuk, hogy azért nagyjából minden nagyon jól működik itt a természetben, nagyjából vannak azért komoly hibák benne. Tehát például vannak azért az állatvilágban is, itt-ott előfordul a szadizmus, meg stb. Dolgok. Na, akkor be is fejezem ezt a videót, hú, valami pozitív dolggal fejezzem be. Nem kellett volna elkezdeni negatívról beszélni, ugye? Na.